Nem elég, nem tudom, látják a trikkomat? Mindenféle hülyéket nem veszünk magunkra. Úgyhogy hát azt hiszem, hogy az, hogy tudják venni, mikrofonba kell beszélni. Zsani! Jövünk! Komoly szervezés, fogadóbizottság. Smok Kandor sajnos nem jött. Gyerünk, nyomás! Hát, a mikrofonba! Ezen el, ha megengeded, tisztelettel, akkor megnyitom ezt a jeles eseményt, ha annak nevezhetem. És akkor következik Néri Zsanetta. Talán főszervezőt nevezhet le? Is, jó, akkor a főszervezőt. Kedves! Szeretném önöknek bemutatni Néri Zsanettet, a Magyar Hubológiai Társaság fővédnöke. Ifjú katonatársak, szeretettel köszöntök én is mindenkit a Hubológiai Társaság fővédnökeként, és nagyon nagy boldogsággal tölt el minket, hubológusokat, hogy itt állhatunk ennek a csodálatos őrtoronynak a táblán, lábánál, ami immáron a világökörség részét képezi, amiről hivatalos dokumentum is készült, amit ezúton is szeretnék megköszönni dr. Mancsinszky László ügyvéd úrnak, aki ezt a hivatalos részét intézte. Meg is lehet majd tekinteni ezt a hivatalos okiratot, úgyhogy szeretnék egy nagy tapsot az ügyvéd úrnak. Becsületére váljék az ügyvéd úrnak, hogy ő is volt katona. Igen. És nagyon szeretném megköszönni a támogatást, hogy ez létrejöhetett. Szeretném megköszönni a biztatást és az együttműködést elsősorban Mezőtúr város önkormányzatának. És nagyon köszönöm Herceg Zsolt polgármester úrnak a támogatást. Igen, tapsot megérdemel. Nagyon szeretném megköszönni Patkós Ferenc családi gazdaságának a támogatást, különösen a sertéstelep két tulajdonosának, Patkós Ferencnek és Patkós Irénnek. Szeretném megköszönni Bregyán Antalnak az alakulóterért, a támogatásért, a Rédei Fém Kft.-nek az áramért, Nagy Istvánnak, hogy a koncert majd nagyon jól fog hangozni, Nagy István a villanyszerelő, aki ezt nélkül nem jöhetett volna létre a koncert. Szeretném megköszönni Bordács Lászlónak, a művelődési ház vezetőjének és az összes dolgozójának a támogatást. A mezőtúri szivárvány citera zenekarnak, Csíder István vezetésével. Kicsit puskázok. Kovács Attilának és Fekécs Gábornak, a mezőtúri katonai hagyományőrzőknek. Majd a koncert helyszínén láthatnak nagyon gyönyörű harckocsikat, ezt nekik köszönhetjük. Szeretném megköszönni a támogatást a Toffee Grill Kft.-nek Túrkevéről, a Hajdú Villamosság és Puskázok Vagyonvédelem Hungari Kft.-nek, aki az őrzést fogja biztosítani és a rendezvény biztonságáért fog felelni. Szeretném megköszönni a Szolnoki, a Mezőtúri és az ATV-nek a közreműködést, valamint végül, de nem utolsó sorban Földes Közlegénynek,
a hobológusoknak, és a hatalmas blues és rock rajongó barátaimnak, akik segítették ennek a rendezvénynek a létrejöttét. Remélem nem hagytam ki senkit a sorból. Még egy nevet szeretnék, Mányi Tibor őshobós megemlíteni, aki nagyon sokat segített a rendezvény létrejöttében. Köszönöm szépen, és visszaadnám a szót. Ezután szeretném megköszönni, hogy ezt a kicsin esélyt megadták, hogy a kisebbségi komplexusomból adódó szereplési vágyamat most kiélhessem. Jó, ez talán nem sikerült olyan jól, de maga a lényeg, hogy szólítanám ide a mikrofonhoz azt az illetőt, aki nem csak az úgymond fiatal generációval foglalkozik, hanem másfajta fiatalabb generációkkal is, és nem rest akár egy buszba ülni, hogy óvisokat megmutassa Mezőtúrnak a nevezetességét. Szólítanám a színpad ide, Herceg Zsoltot, a polgármestert. Köszönöm szépen, tisztelt földes honvéd, mert nem közlegény, honvéd volt valamikor itt a művész úr. Hát valamikor 5 hónapos lehettem, amikor bevonultál ide Mezőtúrra, úgyhogy nyugodtan tudtunk aludni itt mi mezőtúriak, hiszen itt ebben a toronyban őrizted a békét és a nyugalmunkat. Tisztelt hölgyeim és uraim, komolyra fordítva a szót, rendkívül nagy megtiszteltetés a számomra, hogy itt köszönhetem a művész urat és önöket. Itt annál az őrtoronynál, ahol annak idején, amikor elmesélte nekem, hogy milyen zenét hallott, de erről majd ő, ha akkor bővenben beszél. És ami tulajdonképpen megfertőzte, vagy mondhatjuk úgy is, hogy belecsapott a villám abban a pillanatban, amikor ezt a muzsikát meghallotta a Rolling Stones-tól, és hát a többit már tudjuk, ismerjük. Én nagyon örülök annak, hogy ez a torony felújításra került, ez még néhány héttel ezelőtt azért nem így nézett ki, nagyon-nagyon rossz állapotban volt, és én is tényleg nagyon szépen megköszönöm Patkós Ferenc úrnak, aki ennek a telepnek a tulajdonosa, hogy a saját pénzéből ezt felújította. Gyere. Nagyon örülök annak, hogy művész úrról is tudtam találkozni. Annak idején itt a színház termünkben, mint megtudtam, durván 2 héttel ezelőtt találkoztunk Mányi Tibitől, hogy 1981-ben volt itt a Hobo Blues Band, akkor én is ott voltam, és hát rendkívül nagy élmény volt számomra őket látni és hallani. Hát akkoriban indult be a számomra a szívemhez kedves magyar zenei élet, és hát nagyon nagy öröm volt számomra őket itt látni, hallani. Most a mai napon ez ismét létrejöhet, és hát én nagyon bízom abban, tekintettel arra, hogy Mezőtúr rendelkezik azért turisztikai attrakciókkal, bírunk jó néhánnyal, például a vizeink, a horgászvizeink, és meg sorolhatnám, de remélem, hogy ez a helyszín is az egyik attrakciónká válik majd a következő években. Tisztelt művész úr, az önkormányzatunk részéről szeretnék egy kis ellátmányt adni, hogy a koncertig is nehogy valami probléma legyen, van benne ennivaló, innivaló, fogad szeretettel, és nagyon nagy megtiszteltetés a számomra még egyszer, hogy itt üdvözölhettek. Mezőtúron tisztelt jelenlévők, a nap hátralévő részéhez mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok. Köszönöm szépen! Mondott Lenin. Hát csak együnk, ígyunk is. Be a szervezetbe. A következő, akit föl kéne konferálnom, bár nem találkoztam még vele, nem tudom, hogy merre találom őt, de a lényeg, hogy ő unitárius lelkészként teszi a dolgát 20 éve, ahogy én tudom. És 10 éve annak a kollégiumnak, ahol dolgozik, annak az aligazgatója is. Solymosi Zsoltot kérném, hogyha itt van ő valamelyre. Persze, hogy itt van. Solymosi Zsolt? Megvan. Előkerült a konvojnak a főautójában. Jézus Mária Szent József. Átadnám a szót, Zsolt. Köszönöm, van nála, vigyázzon, én már itt sem vagyok. Az ökumenia a legtisztább formája, egy protestáns pap egy minisztránssal és füstölővel.
Engedjék meg, hogy szakkifejezésekkel éljek, ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim! Ezen a rendkívüli alkalmon engedjék meg, hogy felolvassam Ezékiel könyve 33. fejezetének 7. versének első felét, amely így hangzik. Emberfia, őrállóvá tettelek téged. Emberfia, őrállóvá tettelek téged. Kedves testvéreim, az elkövetkezendő 47 perces beszédemben szeretnék köszönetet mondani három igen fontos intézménynek. Az első a Magyar Néphadsereg, és azt gondolom, hogy különösen hálásak lehetünk emely jeles intézménynek, mert anno 1964-ben egy zöldfülű, tapasztalatlan honvédet felküldött ide az őrtoronyba, és ezáltal megalapozta a Magyarországon a blues és a rock and roll hiteles formáját, anélkül, hogy tudta volna. Egyetlen egy misztérium maradt csak hátra, hogy az akkori elvtársak mit szólnának ahhoz, ami most itt zajlik. Nem fogjuk megtudni. A második intézmény, akinek köszönettel tartozom, az a Luxemburgi Rádió. Képzeljék el, hogy mi lett volna, hogyha azon a napon, abban a pillanatban, amikor forgószékén, tranzisztoros rádióján a Honvéd kereste az enyhületet, nem a Rolling Stones jött volna be, hanem mondjuk a Magyarországi Táncdal Fesztivál valamelyik közvetített adása. Mi lett volna velünk? És a harmadik intézmény, hölgyeim és uraim, kedves testvéreim, Földes László, Hobó. Egy intézmény önmagában, aki miatt ma itt vagyunk. És ezennel helyesbitek is, valószínű, hogy nem csak a Magyar Néphadsereg, hanem a gondviselő Isten küldte őt fel oda a toronyba, hogy hallja meg azt a Luxemburgi Rádiót, és döntse el azt, hogy mit fog csinálni az elkövetkezendő időben. És nézzék meg, hogy a gondviselés hogy működik, hogy dolgozik. 57 év után ünnepelve a Honvéd egy uhazon megjelenik, és még mindig hiteles és becsületes őrálló. Ezt köszönjük ma neki. És akkor engedjék meg, hogy a füstölő jelenlétében és szeretett honvédünk jelenlétében megáldjam ezt a tornyot, erre kértek fel ugyanis. Adja Isten, hogy tanúságként maradjon itt ez a torony, emlékeztessen bennünket a becsületes és hiteles bluesra, meg rock'n'rollra. Legyen előttünk mindig út, fújjon mindig hátunk mögül a szél, simogassa arcunkat a nap, vetésünkre hújjon lágyan az eső, kandallónkban legyen forró a tűz, és amíg újra találkozunk, hordozzon tenyerén az Isten. Amen. Most igazi család következne, sor szerint elméletileg, hogy egy-két szép szót szóljon ő is. Lehetséges ez, család? Megpróbálkozom. Akkor megpróbálkozunk vele, jó? Közösen. Akkor megpróbáljuk? Nem. Hát egyedül ismerni fog közösen is, ahogy gondolod. De ilyen time is on my side. Yes. Szóval kicsit úgy érzem, hogy kudarcot vallottam katolikusként, mert mivel én orgonista vagyok, azelőtt meg a templomi kórusban énekeltem, nem igazán tudtam úgy benni a füstölővel, ahogy szerettem volna, de azért mégiscsak létrejött, hogy megjelentem itt egy füstölővel, de be kell látnom, hogy a vérbeli minisztránsok ezt nálam sokkal profibban csinálják. Úgyhogy ennyit tudok hozzáfűzni a mai produkciómhoz. Köszönöm. Köszönjük mindannyian. Dr. Egresit, volt mezőtúri honvédot hívnám, hogy ő jelen van-e? És a csendben. És
és a Cservenkát is akár, hogy ketten együtt ez így. Hubó, segít nekem hátulról, hogy akkor már ne egyedül, hanem a kopárban sokkal jobb. Sőt, trióban még jobb. Velünk együtt ücsörögtünk itt ebben a jó kis őrtoronyban. Vigyáztunk a szocializmus álmára, amely horkolt és szellentett. Én pedig Egressy András barátom tranzisztoros rádiójával szabadítottam fel a lelkemet. A többit ő elmondja. Nem beszélve a Cservenkáról, aki szintén Istentől és embertől már akkor is elmondta. Hát így. Vigyázz! Vigyázz! Ne mozogj! Hát ezzel kezdtük mi azt a szezont, hogy pofánkban üvöltöttek ugyanígy, mint ahogy én most mindenkinek. Azért azt kérdezzem meg, hogy van-e korosztályunk beli itt? Szerényen. Vagy olyan, aki volt katona. Ezért vannak itt. Szóval az az igazság, hogy azzal készültünk, hogy dicsőssük a barátunkat, mert úgy érezzük, hogy csomó mindent nem tudtok róla. Le kellett írjuk, mert csak pontosan, jól mondom, klasszik, pontosan lehet idézni. Például itt az van írva, hogy naművelt káderek lépjenek ki, aki tud zongorázni. Nekem üvöltve kéne ezt mondanom, így, hogy nem is tudom, hogy mondani. Na vigyázz, káderek! Lépjen ki, aki tud zongorázni! De köbben ilyen hangon, és ilyen busszustalan gondol, hogy mondjam, hang nem adták elő. És ezzel kezdődött tulajdonképpen a katonaságunk. Én úgy gondolom, hogy talán ezzel a kis előadásunkkal sikerült még közelebb hozni a barátunkat. Hát, én csak onnan folytatom, hogy aki kilépett, az felzongorázza a mosdót, WC-t és a dohányzót. A többiek meg lemennek az alakulótérre és felszedik az összes lehullott falevelet. Szóval körülbelül ilyen légkörbe kerültünk ide, ledermettünk egyszerűen, lebénultunk, nem hittük, hogy létezik ilyen megalázó ocsmányfogadtatás, amit mi kaptunk 64-ben. És ebből a bénultságból, megalázottságból földes Honvéd kezdett bennünket kirángatni. Akkor derült ki, hogy van egy fantasztikus tulajdonsága, az abszolút őszinteség. Csak egy mondatot idézek tőle. Százados elvtárs, ha az a hobbija, hogy folyton 5 centiről ordít a pofámba, miért nem most soha fogad? Így kezdődött a feloldozás. Igen, nekem meg az jutott eszembe, hogy el kell, hogy mondjam, amikor... Hát az udvariasság, az is az egy nagyon fontos dolog volt, amit megtanultunk a katonaságnál, de Földes Lassitól, alias Hobótól ezt még inkább sikerült elsajátítanunk. Volt, hogy a szovjet hadparancsnokság ilyen pizsamás, nem tudom, ismeritek, pizsamás, tele aggatott emblémás, miért hívják ezeket? Kitüntetéssel. Megjelent ez a felsorakoztatott zászló előtt, mi állunk mi tisztelettel. Ez az ember végigmegy a sor előtt, végignéz minket, majd nagyon egyszerűen előredül ilyen 15 fokkal, és egy elegáns mozdulattal bemutatja, hogyan lehet zsebkendő nélkül kifújni az orrunkat. Lassink megjegyezte ezt a szót, olvasom, mert tényleg nem szeretném eltéveszteni a pontos mondatot. Azt mondja, hogy... Ja, de csak megcsaplolta. Elrontottam a szöveget, bocsánat, én nem vagyok ehhez hozzászokva. De talán arról kéne beszélni, hogy milyen a kötelességtudás. Na, szóval a sorfalból egyedül ő tapsolta meg nagyon udvariasan ezt a produkciót. Utána bizonyította nekünk, hogy abszolút megtanulja a honvédségi regulát, aminek a része ugye, hogy a katona nem gondolkodik, azonnal a fabazás nélkül a legjobb tudása szerint végrehajtja a parancsot.
oktatás. Tűzriadónál mindent kidobunk az ablakon, csak a vaságyak és a vasszekrények maradnak, de azok kiürítve. Első emeleten voltunk, rött az ordítás, mert szabadidőben mivel szórakozunk, tűzriadó. Földes azonnal odarohant, és elsőként kidobta a kályhát az ablakon. Nem is volt egész télen kályhánk, nagyon jól éreztük magunkat. Tulajdonképpen az egész katonasság egy nagyon érdekes volt, mert azt nem mondtuk el, hogy ebben az időben mi egy ilyen különleges helyzetben levő emberek voltunk, akik 16 éves, 17 éves korunkban hívtak be katonának, ilyen előfelvételivel. És a pártunk és kormányunk meg akarta nekünk mutatni, hogy hát ezekből az emberekből igazából igazi embereket akarnak nevelni. De hát ez az volt, az lehetett érezni, hogy a lehető legerős teljesebben lenyomtak minket. Ez olyan szinten, amit nem tudok így ecsetelni. Hiába nyomtak le bennünket, Hobónak a művészi univerzalitása már nagyon korán jelentkezett. A lirájáról majd talán Ernő mond valamit, én a prózájáról tudok beszélni. Nem gondolta volna, hogy a külön alkotóház lesz, ahol a prózáját csiszolhatja, ez az alkotóház a fogda volt, ahol az őrparancsnoknak és a teljes fogda személyzetnek ő stilizált és írta a szerelmes leveleit. Hát attól kezdve minden mezőtúrról kimenő levélnél, ha hajadonnak szólt, akkor az úgy szólt címzésként, hogy szép reményű kisasszony. Ha férjezett asszonynak szólt, ez nem volt, azoknak már úgyis mindegy. Általában azzal kezdődött a délután, hogy takarítás. Amikor elindult a szabadidőnk, akkor takarítanunk kellett. És de azt hiszem, hogy az a mostani katonákkal is így van, de amikor egy tisztes, vagy mit tudom én, egy elöljáró, glasszékeszkibe így végignézi a kitakarított helység felső ablakpárkányait, felső ajtajait, az egy kicsit valahogy az úgy éreztük, hogy durva, mert már el fogjuk késni a könyvtárat, ami lassan be fog zárni, meg a kantint. És ekkor Földes Laci a következő mondattal, versikével, kis szobába toppanék, röpült felém anyám, Félreállék, szótlanul átrepült a szobán. Utána felemeltem és sportalanítottam. Lírája. Na hát szépen voltunk itt, nem használt a fogda, nem használt a sertés telep, mert akkor a laktanyán belül is volt még, nem használt a konyhaszolgálat, nem használt az, hogy a lábunkat ki nem tehettük, de elindult a művészi teljesítmények egy újabb csúcsa, éppen valami munka elől szöktünk meg, és beszöktünk egy terembe, ahol a kimittudra vagy valami vetélkedőre gyűjtötték a jelentkezőket. Tehát erről mi nem tudtunk, leültünk hátul a padokra, és ott elsorolták, hogy mibe lehet indulni, és aztán végigmentek, hogy ki miben tud indulni. Eljutottak hozzánk, Hobó felállt, kijelentette, mi egy pantomim együttes vagyunk, mert hát ilyen nem volt az indulók között. Na, ahelyett, hogy kirúgtak volna bennünket, indulnunk kellett a hadosztály vetélkedőn pantomim együttesként úgy, hogy életünkben egyikünk se látott még soha és a pantomint, és nem is tudott róla. Ezt talán Ernő jobban tudja, mert ő volt a koreográfus. Abban az időben volt egy Marson Marcel nevezetű ilyen pantominos francia, aki készült Magyarországra, és a magyar, hát el lehetett olvasni, hát ez volt az egyetlen egy dolog, ami ugye eszembe jutott. És amikor ez az egész megindult, végigmentünk a folyosón, és azt képzeljétek el, hogy a folyosón a Budapest ostromának a fotói voltak kirakva. Ezek borzalmas képek. Az egyik képen éppen egy lovat kezdtek, szerencsétlen lovat kezdtek ugye boncolni, mert kevés volt a kaja, és a lábai az égnek. Első számunk nyilvánvalóan egyértelmű volt, hogy kiálltam oda középre, és azt mondtam, hogy hát a ló halála. És akkor bemutattam a ló halálát. De a legérdekesebb az volt, én azt hittem, hogy most repülünk ki a francba, és megyünk takarítani. Amikor mögöttem álló Laci, vagy azt mondja, ja, bocsánat, még azt mondtam, hogy most a következő szám a Ménes halála. És a Lacinak automatikusan, hát most már tudjátok mi az, ami benne, nem is tudom, hogy mondjam. Egyszerűen, Ménes halála. A
pasi, a hadosztály kultúr, vagy hadsereg kultúrtiszt életében nem látott még ilyet. Az Ernő volt a főló, lihegett egy kicsit, körben nyargalt a kövezeten, hogy hanyat vágta magát, és kilelt a páráján. Utána került a ménes halál, amivel legalább öten voltunk szerintem az Andráson kívül, még a Cseppeli, meg a Cuccottó, de öten meg minden megbeszélés nélkül lenyomtuk a lóhalálát. Mindenki nyihogott a mennyit. Gondolt, a hanyavát vágta magát, és kész vége. És erre a hadosztály kultúrtiszt, akinek egyébként egy kicsit ilyen madara, Lacikám, te olyan nagyon, ilyen madara volt, odajött, és azt mondja nekem, ugye ez még nincs nagyon kidolgozva. Hát így voltunk, amikor úgy döntöttek, hogy Földes Honvédat viszont most már meg fogják fegyelmezni, mert lehetetlen, hogy ilyen körülmények között zajoljon az élet, ezért megpróbáltak mindenhol belekötni. Hát aztán végül sikerült egy ártatlan mondata miatt, amikor innen a gyakorlótértől békaügetésben, gázálarcban mentünk visszafelé, mert hát hogy közlekedjen az ember, végre levertük a gázálarcot. Laci az őrvezető a következőt mondja. Őrvezető elvtárs, kérek engedélyt kérdezni. Kérdezzen. Őrvezető elvtárs, tanulmányoztuk a szolgálati szabályzatokat. Látjuk, nem találjuk benne azt a részt, hogy a katona csak vigyázmenetben, futólépésben vagy békögetésben közlekedjen. Hol van az a rész, amelyik tiltja a normális gyaloglást a katonának? Na, őrvezető rohant, lázítás, parancs megtagadás, minden az ég egyadt a világon. Úgyhogy itt folytatódott, hogy zászlói gyűlésen óhajtották a példát statuálni azzal, hogy majd a Földes Honvédet katonai bíróságra küldik. Hívtak egy katonai ügyészt, aki elmondta, hogy a parancs megtagadás, lázadás akkora főbejáró bűnök, meg felsorolta nekünk, hogy mi mindenért lehet főbelövést, meg akasztást kapni. És ezután jött a szokásos, szóljanak hozzá az elvtársak, és ott várták, hogy majd elítélőleg fel fog szólalni a társaság. Hát mindenki néma volt, nekem jutott eszembe, hogy nem hiába tanultunk mi demagógiát itt ennyi hónapon keresztül. Ez felszólalásom nagyjából annyi volt, hogy a mi kis szervezetünk csodálatos munkát végez a politikai nevelés terén, de sajnos hiányosságaink vannak az egyéni nevelés terén. Mi fogjuk megnevelni Földes elvtársat, mi garanciát fogunk vállalni azért, hogy jól nevelt katona lesz. Vele kell szólnom, fog meg azt, és akkor ülök a vádlottak padján, akkor már minden... Úgy volt, hogy egy nap, aztán három nap, öt nap, egy hét, 15 nap, még egyszer 15 nap fogdán túl voltam. És kihívták a hadbíróságot, mert 30 nap fogdát csak úgy lehetett volna adni, ha közben egészségügyi szünet van kétszer 15 nap után. Én ezt ledöntöttem a kétszer 15 napot, és a következő fokozatot, azt, amit majd aztán egyébként elolvashatnak a könyvemben, azt már nem tudták kiszabni, és elhatározták, hogy hadbíróságra vágnak. Én meg ott ülök, az ügyész, a politikai helyettes jelentőség teljes képpel bólogat, hogy hát ezt a Földes izéje most már aztán mindennek az ele. Hiába volt vezető elvtárs az apukám, nem úsztam meg a honvédséget is, sem, mert ráadásul most ide, ugye ide keveredtem, mikor már rég nem értem a családommal, hogy hadbíróságra várnak. Ülök ott, teljesen ez a sötét gengszter, az egresi elkezd ordítani. Hogy neki nem így, ahogy ő most mondta, kiherélte a saját dumáját. Következőt mondja, azt mondja, nem elég, nekem elegem van ebből, hogy semmilyen fenyítés, regula, lelkibasszás, semmi nem segít ezen a szarházi földesen, aki egy utolsó gengszter. Én meg ott ülök, hogy a barátom az leszedi rólam a keresztüzet, ordít. Várj, így a kurva életben mondom, ebből mi lesz? Tajtékzott. Az egész, mivel ugye az volt a kommunista közösségi élet alapja, hogy a személyi állomány, mert mi egyébként azok voltunk, személyi állományra is hozzá lehetett szólni, ő pedig, mint akkori
korábbi rúdugró, a sportfelelős volt a tízbizottságon a rohadékért. És föláll, és elkezd engem mocskolni, amire most már persze nem emlékszik, mert életem a nagy hóbó. Az történt, hogy mindenek elmondott, majd a végén azt mondta, neki a belege van ebben, egész maguk itt nem tudtak csinálni semmit, ennyi fogja, volt ilyen személyi lap, vagy mi a rossz sem, hogy hívták? Ami már ki volt az összes rovat pontos. Dicséretek fegyítése. Teljes, minden, amit el, minden határon túl voltam. Most már elege van neki az egész bandán, nem tudják a földes honvédot megnevelni, majd most a század kiszervezettek atyába rázat. És ezek beszopták, mint lósegé a hőmérőt. És a PON helyettes, egyébként nem tudom, Ernő emlékszel erre, Holecska őrnagy. Holecska őrnagy, jelentőség teljesképpen ránézett az ügyészre. Lám, nálunk ilyen a közösség élet. És engem 3 hónapra felfüggesztettek akkorra, de olyan leszereltünk. Nem akartunk senkit mutatni katona történetekkel, tehát a mi hobónk. És csak annyit róla, hogy azért az egy csoda, hogy valaki 60 éven keresztül megmaradjon egy őszinte, becsületes, szókimondó igaz barátnak. Ilyen nincs. De, van ott van. Ott van mi a sarokban. Nehogy itt Brezsnyel. Köszönöm szépen. Lehet egy kis kiegészítést tenni? Persze. A személyi állomány bármikor beleszól. Szevasz áll, de én itt az áll ki. Én voltam a maszókásta meg a golyószóró egymást. Mikrofonba kérjük! Együtt voltunk. Szevasz. Nem hallottam sem. Igen, na, még vannak. Ki akar? Lehet egy-két történet. Mikrofonba ezt akartam mondani, igen. Az, hogy... Szerintem mindenki kíváncsi rá, ugye? Igen. Tegye fel a kezét, aki igen. Igen. Mondom, mindenki tegye fel, köszönöm. Azt nem mesélték el, hogy 10 század is voltunk, és nem voltunk Debrecenben a Dobi Istvánnak, az elnöki tanács elnökének díszmenetet verni egy szoboravatásnál. Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy én, amikor odaérkeztünk, aznap járt le a Lattanya fogságon. És mivel már 3 hónapja katona voltam, nem voltam otthon, mondtam apáméknak, hogy küldjenek be valami főtisztet, hogy vagyunk 3-an Debrecenek, menjünk haza. Hát beküldtek egy hadbíró ezredes, de engem nem találtak sehol. Csak az egyik őrvezető mondta, hogy a nemesnek már itt kellene lenni, mert most 2-kor járni a Lattanya fogsága, vártak még egy kicsit és elmentek. Na nem is ez a történetnek a lényege, hanem én ezt zokon vettem, és atrocitás keletkezett köztem és az őrvezető között, és természetesen a hobó meg a pálmai segítségemre jöttek. A következő napi parancs az volt, hogy földes nemes pálmai, 3 nap fogda, karácsony 3 napjára, mert ez november 7-e volt, addig pedig Lattanya fogság. Szerencsétlen árpok lecsukták, miközben nem csinált semmit, mert velünk volt együtt. Na és ott unalmunkban valóban az volt, hogy az első alkalommal nem tudtuk, hogy mi van ott a fogdában, azt hittük, hogy hideg van, minden molinót, minden francot magunkra vettük. Bemegyünk az őrszobára, 35 fokos hőség, izzadtunk, és egész nap csüszítültük a szegélyt, mostuk a szegélyt. Másnap már jó viszony alakult ki az őrparancsnok között, a Laci tényleg írta nekik a szerelmes levelet, meg egyebek. És engem pedig, hogy az unalmunkat elűzzük, ott tanultam meg a Lacitól a Toldinak a fajzám változatát. Azt most nem mondjuk el. Nem, az azt meséld el, amikor a Mohácsi árvíznél kijött valami tábornok, mert hadihelyzetnek számított, és felváltott, mondtuk a Tráger Toldit, mert ott ők együtt voltak a katonasága, úgyhogy mint Gims szarvas kicsit belőtt az árvány, jött az árpi, futott szegény Miklós pucér. És a tábornoknak
Hát tetszett, hogy micsi kicsit vastag, férfias hangulatlan, de jó, jó a lelkülete a század. Na, szóval voltak ilyen jó kis történetek, hát ez az árvízvédelem Mohácson, ez a legnagyobb árvíz volt tudomásunk szerint azt megelőzően. De ott is valami egész szerencsés voltunk, nem tudom, hogy emlékszel rá. Az egyetemista századokat az utolsó pillanatban küldték már oda, és mentünk a töltésen, és egy valaki megbízott, hogy egy akkumulátoros lámpát vigyünk el. Most nem tudom, Laci, hogy veled voltam, vagy mással. Elég az hozzá, hogy irattak egy akkumulátoros lámpát, hogy vigyük el valahova, azt nem tudtuk, hogy hova kell, de viszont egész éjszaka azzal mentünk, és kineveztük magunkat buzgárvizsgálónak, mert ezzel a lámpával nézegettük a buzgárt. A Cservenka erdőnek, a Svetozárnak egy történetével nem tudom, hogy színezhetem-e a dolgokat. Nem, hogy a szám. Csak azért mondom, de hogy hívják, mert például ilyen előfordult, hogy valóban erődetett menetbe teljes felszereléssel 15 kilométert meg egyebeket mentünk, és akkor panaszkodtunk, hogy hát mennyit kell gyalogolni. És volt egy emblematikus figura, a Póli körmester, azt ne hagyjuk anélkül, hogy ne említsük meg. És Póli körmester, mikor ezt az Ernő szóvá tette, azt mondta, hogy mit akar maga Cservenka, ami napi 28 órát gyalogolt. Az Ernő mondja, hogy de őrmester úr, egy napba csak 24 óra van, ne pofázzon Cservenka, ami éjjel-nappal gyalogolt. Nem, csak azért jelentkeztem, hogy megölelhessem a Lacit, mert régóta nem találkoztunk már, és azért hogy hívják. Az a helyzet, hogy reggelig lehetne folytatni, mert írtozatos történetek voltak, és mindannyiunkat, négyünket az a mentett meg a teljes szellemi tompulástól, vagy a börtöntől, hogy kiröhögtük a hatalmat. Hát mi szerveztünk egy illegális katolikus szektát a forradalmi munkásparaszt kormány hadseregének seregén keretén belül, és ebben a szervezetben a katolikus egyházbeli hierarchiát követő szigorú rend uralkodott, vagyis a legtöbb fenyítést kapott honvéd viselhette a legmagasabb rangot. Én rögtön főapátként kezdtem, majd utána a megyés püspök utáni összes élve kapható titulust átugrottam, nem beszélve a boldog és mártír földön túli funkciókról. A legjobban az arkangyalság tetszett volna, de ezt kommunista származásom miatt nem kaphatta meg, ám a szentélyavatásnak nem volt akadálya, amin ezek a sötét gengszterek nem engedték, hogy megjelenjek a saját szentélyavatásomon, ám így lehettem én, akkor még közlegényi rangban Szent Hobókuk. Jaj, Istenem! Juhásznak hívták a pasit, aki az egész liturgiát tudta kívülről. Tehát az, hogy én főapátként lettem, azt őneki köszönhetem, mert én beértem volna egy kalanoksággal. Ez nem lehet. Még a sporttevékenységről nem is beszéltem. Hát. Szóljatok már! Na, elég volt, mert reggelig tudnánk előadni. Még egyszer ráérünk. Fel a toronyba! Nagyon köszönjük, még egy tapsot nekik, hogyha lehet. Az elsőt felolvasom én. Nem, én elmondom, hogy miért kell olvasni. A mai alkalomra egy nagyon régi barátomat felkértem, aki elfogadta a meghívást, hogy ide jön, és itt valami gyalázatot elmond rólam, vagy az őrtoronyról, és ő sajnos nem tudott eljönni. Faragó Tamásról van szó, a sokszoros olimpiai és világbajnok vízilabda játékosról, aki küldött egy levelet. Ezt akkor légy szíves, olvasd fel. Igen. Elnézést, hogy hibázok, ismeretlen a szöveg még. Tisztelt hobó rajongók!
Örömmel értesítelek benneteket, hogy a mezőtúri őrtorony felavatása után egy másik kultikus, hobó tetthely kutatása is folyik a Margit-szigeti sportúszodában. Tudniillik, hobó állítólag 14 éves korában, bár a legkiválóbb állócenter reménységének tartották, bejelentette, hogy felhagy a vízilabdával. Ennek a pontos helyét keressük. Zseniális döntésének két oka volt. Egyrészt meghallotta, hogy egy Faragó Tamás nevű srác elkezdett vízilabdázni, másrészt spirituális érzékkel tudta, hogy előbb-utóbb eljön érte egy kis, vörös kakas, és elviszi őt emezenei világba. Faragó Tamás, Faragó Tonó. Még egy. Még egy súlyos dolgot végig kell hallgatniuk, illetve annak egy részét. Szerettem volna olyan valakit meghívni ebben az agyonvasztott médiában, akinek elég nagy fája van és nem tartozik sehova. És ő ezt el is vállalta, de megbetegedett, úgyhogy most légy szíves, olvas fel Puzsér Robert levelét. Vagy lábújhegyre állok, jó. Biztos én olvassam föl? Biztos, jó. Ismeretlen szöveg, akkor ezúton köszönöm, hogy megtisztelnek ezzel, hogy a Puzsér Robertnek a levelét felolvashatom. Ismeretlen a szöveg, még egyszer mondom, direkt nem olvastam el, mert akarom, hogy hiteles legyen az, ahogyan én is reagálok rá. Puzsér Robert, média oroszlán levele. Földes László, a szocialista pedagógia csődje, akit hiába próbált a néphatalom a kommunizmus építésére előbb ránevelni, később rászorítani. Soha nem volt meg benne a tisztelet a magyar szocialista munkáspárt és a magyar forradalmi munkás parasz kormány iránt. Önfeláldozó harcukban cserbehagyta azokat, akiket a nép és a haza iránti hűség a szocializmus tiszta eszményeinek becsületes szolgálata vezérelt. Földes, gyalázatos módon eltékozolta azt a hatalmas erkölcsi és eszmei örökséget, amelyet a munkásmozgalom nemzetünk függetlenségiért és demokratikus haladásáért vívott küzdelmében becsületes harccal és véráldozattal egybe gyűjtött. Földes súlyosan megsértette a nemzeti tisztességünket és önérzetünket, amikor semmibe vette magyar nép kommunista jövő építése terén tanúsított álhatatos küzdelmét. Itt és most felhívok minden magyar dolgozót, akit a nép és a haza odaadó szeretete vezérel, hogy csatlakozzon a földes és bűnbandája elleni harcunkhoz. Várjuk mindazokat, akiket a múltban földes ellenforradalmi aknamunkája visszariasztott a szocializmus ügyének szolgálatától. Sajnálatos, ám de nyilvánvaló tapasztalat, hogy földes állítólag javíthatatlan. Nem igaz. Hiába hitték azt a dolgozónép választott vezetői, hogy a vasfüggöny leomlása után élni fog a szabadsággal is lehetőséggel, hogy valóban közismert és közkedvelt, a magyar nép haladását szolgáló művészé váljon. Tártkarokkal várta őt a szórakoztatóipar. A kereskedelmi televíziózás, a szponzorok, az anyagi támogatása és a magyar emberek szeretete bármire vihette volna a szabad és demokratikus Magyarországon. Csak hamar kiderült azonban, hogy azoknak volt igazuk, akik földesben már a kezdet-kezdetén összeférhetetlen vadembert láttak. Nézzelek rá! Földes ehelyett egy nem kevésbé korszerűtlen és abnormális irodalmi botrányhős kultuszát kezdte terszerűen felkelteni, mint az idegbeteg kommunista József Attiláit. Akinek zavaros irományai alapjaiban ásták alá modern piacgazdaságot és a nyugatos reformokat célként kitűző korszerűvé válni vágyó Magyarország versenyképességét. Ennek a beilleszkedésre képtelen, bomlott elméjű, ön és közveszélyes szerencsétlennek és 500 alkalommal megismételt kényszeres visszaeső és visszaidézése a magyar közgondolkodásra egyre zavarodottabbá és elesett,
megrettebbé tette a magyarokat, akik a mutatványt figyelve végignézhették, amint földes, kevéske tehetségét az általa bálványozott öngyilkos, nihilistához méltó könnyelműséggel tékozolja el. Semmi kétség. Földes László és a köré csoportosult maroknyi szélsőségesen nemzet és keresztény ellenes fehérje halmaz súlyos fenyegetést jelent az ezer sebből vérző árva Magyarországra, ezer éves keresztény kultúránkra, nemzetünk történelmi örökségére. Ez az őrtorony híven kifejezi nagyra vágyását, aki az ősi és szent magyar földön állva nem emelkedik az égig, mint Nagy Feró, Pataki Attila, Schuster Lóránt, az akármekkora emeljvére felkapaszkodhat, mindörökké törpe marad, lépjünk végre túlföldesen! Egyetlen magyarnak sem fog hiányozni! Itt a vége. Ezt a mérhetetlenül ellenszenves Puzsér Róbert írta, és én a velem született demokratikus érzelmeim miatt nem cenzúráztam meg. És most engedjék meg, hogy egy perc türelmet kérjek, és az esemény... Egyesek már előre röhögnek, de majd utána számolok veled. Az esemény záró akkordját hozzuk létre. Kis türelmet. Too late to grow blue. Zöldre van festve, tető is áll fejünk fölött, a tájkép gyönyörű. Most másfajta széljárás van, ezért a sertéstelep illatát nem érezhetjük át, ami egy szocialista őrtoronynak nyugodtan kijárna. Én egyszerűen, mivel mindig a marháskodáson jár az eszem, de most ez nem megy. Egyszerűen meg vagyok döbben, hogy én ilyen eljöttek, és hogy ezt létre lehetett hozni, mert az még az életemben a személyi kultusz legnagyobb elismeréseképpen a hobóféle őrtorony, amiben egyébként Cservenka, Egressy, Nemes Árpi is ültek, hogy a hobóféle őrtorony a világ ökörség része lett. Azért ezt gondolják meg, hogy ezt megérni, úgyhogy nagyon szépen megköszönöm, és elkezdek énekelni valamit, ami szerintem ide tartozott, és nekem máig is ide tartozik. Zöld sárga, hangyák lejárata, tollazsik szemében, áll egy kis leányka, darazsak harcolnak, fogaik csattognak, halálos sebeket ejtenek eleget. A holdra fölnézek, ott rovarok zsüzsögnek, tölgyfának törzsében hallgattam én őket. Helylányka, helylányka, szépségben nincs párja, ha vele lehetnék, mindent elfelednék. Arcának bájával, hangja látságával engeszteli gyíkját, hogy kerülje halálát. Halál a közeleg, országa megremeg, magyar volt a lányka, magyar a hazája. Zöld sárga, éhes a sárkányka, világnak harmada, majdnem ő egy maga. Katonák szájában, ereim végei, úgy szívják véremet, csak ebben ne halljak meg. Ez egy kekszdal volt. Isten áldja magukat, és köszönöm mindent. Köszönöm szépen.
rövidesen kezdődik a Laktanyában a bevonuló Bacha Blues, de igazából Szégyen és Gyalázat című koncert. Szeretettel várok mindenkit.